Bormámor Tokajl. Hát így a film után szabadon, de hát azt gondolom, hogy mindenképpen megérdemli akár ezt a filmes asszociációt is az a rendezvény, amelyre nagyon-nagyon készülnek, mégpedig október 5-től 7-ig Fehér Borok Színes Kultúra címmel. Erdős József a vendégünk. Józsi, ugye régi kollégák is vagyunk, és most egy egészen más minőségben főszervezőként és megbízott igazgatóként vagy itt jelen. Hát én csak remélem, hogy nem kell azért a nézőknek a tokai bornapokat bemutatni, de hát azért minden évben vannak újdonságok, különlegességek, úgyhogy azért mégiscsak az, ami tisztünk itt a ma esti műsorban, hogy egy kis kedvet csináljunk ennek a pár napnak. Nos, hát úgy látom, hogy sok minden lesz, mert hogy sok-sok apróbetűs szöveg van a plakáton, mire készüljünk akkor ebben az esztendőben. Szia, jó estét kívánok! Bizony, sok minden van. A tokai születinapok nem csak a város, hanem a borvidék, tehát a tokai hegyai térség legrégebbi rendezvénye, és bízom benne, hogy tényleg sokan ismerik, hiszen rengeteg vendég és rengeteg ismerős nyíregyházi arcokat átlátogatni október első hétvégén Tokajban. 1932 óta megtartják ezt a programot, tehát mondhatjuk, hogy van múltja, és folyamatosan, ahogy mondtad, is igyekszünk egy kicsit színesíteni. Az idén 3 színpaddal, 3 napon keresztül plusz alternatív helyszínekkel várjuk a közönséget, ebben lesz nagy koncert, lesznek kulturális programok, hagyományőrző programok, és hát természetesen azért borkóstolások, gasztronómiai bemutatók, és a pálinka is ugye virágkorát éri, tehát azért lesz bőven pálinkásunk is. Hát úgy gondolom, hogy azért a nyáron is volt bőven esemény Tokajban, ugye mindenféle fesztiválok, utcazenei fesztivál, és hát maga Tokaj, a hegy, illetve Tisza, azt hiszem, hogy egy olyan gyönyörű földrajzi, nem is tudom, különlegessége itt a megyének, hogy nagyon sokan látogattak Tokajban. Nekem van egy ilyen elképzelésem, hogy egy picit mi nyíregyháziak azt hiszük, hogy Tokaj is a miénk, mert hogy derült időben ugye látni a Tokaji hegyet, és hát nagyon-nagyon szeretünk ide kirándulni, úgyhogy bízunk benne, hogy most az időjárás is kegyes lesz ehhez a háromnapos rendezvényhez. Ugye Fehér Borok, ez a cím ennek a rendezvénynek. Elvétve se fordul elő valamilyen kis színes dolog, egy kis rozé, vagy bármi más? Hivatalosan ugye nem lehet, tehát a tokai borokat nem lehet csak fehér borokból készíteni, ennek van egy elég komoly törvény rendelkezése, viszont azért akad a boros gazdáknál, akik saját maguknak, tehát nem kereskedelmi célra, hanem saját felhasználás azért megpróbálják a különböző borokat, amelyekből vörös bor, vagy hát a korábbi formájában még rozé készül el, de hivatalosan tokaiként nem lehet vörös bort készíteni. Nos, viszont van egy különleges bor, ez pedig ugye a minden évben elkészítésre kerül, hoztál is belőle egy palackkal, mit kell erről tudni? Így van, ez a tokai hegyaljai polgármesterek bora, ez 27 település jelen Tokaj hegyalján, ugye a borvidék ennyi településből áll, egy 15 éves hagyományról beszélünk, 2000-es évek elején kezdték ezt el, és az összefogást mutatja. Minden település, aki Tokaj hegyalján van, ő összeadja a szőlőt, illetve összeadja az asszuszemeket, amiből ez a bor különlegesség elkészül. Ez most furmint és házlevelű kombinációjában, tehát egy küvét kell elképzelni, egy száraz küvé készül, de egy nagyon friss, könnyen iható, mondhatni, hogy a mai trendeknek megfelelő bort készített el az állami borászat. És mondtam, ez egy több mint 15 éves hagyomány, mindig a tokai szüreti napokon adják össze a település vezetői jelképesen a fesztivál színpadon a szőlőt és az asszút, aztán pedig a következő év tavaszának végére, nyár elejére elkészül a bor, ez idén nyáron lett kész, és most majd összeadják a település vezetők a következő évi bornak valót. Egyébként ez már megtörtént, körülbelül 4000 palack fognak belőle elkészíteni, és hát nagyon-nagyon sok szőlő kellett hozzá, tehát településenként olyan 2-3 más a szőlőt hoztak be a hegyekről, illetve a dűlőkből, és azt jelenti, hogy több mint 50 más a szőlőből készül el ez a bor. Ez ugye kereskedelmi forgalomban nem kapható. Ez nem, ez kizárólag reprezentatív célokat szolgál, megkapják a települések vezetői, és akkor lobby erőt segíti esetleg a vendégeknek, különleges barátoknak. Nekem reprezentációból akad. Akad? Melyik évjáratból sikerült meg hagyni? Az utóbbi háromból még megmaradt, az azt megelőzők már nincsenek meg, azok elajándékozásra kerültek, illetve hát meg is ittuk őket, mert finom. Jó borok. Aki szereti a szárazbort, az tényleg szeretni fogja ezt is.
Ugye ilyenkor felmerül az a kérdés is, hogy milyen évadot zártak a borászok, mennyi volt a napsütés és órák száma, milyen volt a termés, mit lehet tudni most a tokai borokról, nyilván erről is vannak információi. A 2018-as évet az kiemelkedőnek tartják, a szüret sokkal korábban megkezdődött, mint az szokott, tehát a hagyomány a szüret kezdetétől, ami általában egyébként az október eleje, hiszen a magyar borvidékek közül hegyalján kezdődik a legkésőbb a szüret, olyan 2-3 héttel korábban megkezdték a szüretet, tehát nagyon sok gazda már le is szüretelt, és most már meg is történt a préselés, tehát most már a bor érésének a folyamata indult el. Nagyon jónak mondják azok, akik szőlővel foglalkoznak, nagyon jó volt a mustnak a cukorfoka, úgyhogy egy jó bort várnak belőle jövőre. Nos, hát akkor a gazdák pihennek, úgyhogy mehetnek a kulturális programokra, és lehet bulizni. Milyen kísérő rendezvények lesznek, kik lesznek a nagyobb előadók, egy kicsit csináljunk kedvet arra, hogy ellátogassunk Tokajba. Több pontján van a városnak kísérő program, ilyen a Tokaji Múzeum, ilyen a Világörökségi Bormúzeum, vagy például a Paula Jere Színházban is lesznek olyan kísérő programok, amely inkább tematikusak, ebben van a zumbától kezdve a népzenéig egy nagyon-nagyon vegyes felhozatal. A Tokaji főtéren, illetve annak környékén pedig a fesztivál színpad, van egy kisebb színpad, egy borterasz, és van egy harmadik színpadunk is, itt folyamatosan koncertek lesznek. Pénteken este Freddy lép fel, szombaton a Neotonból ismert Végvári Ádám és Csepregi Éva, illetve Szatmár és Jucus, tehát azért egy kis nyíregyházi vonalat is, meg szabolcsi vonalat is hozunk a fesztiválra. Vasárnap pedig a fesztivált a Republik zárja, előtte pedig az Apostol koncertezik, de számos egyéb más zenekar, hagyományőrző csoport, tánccsoport folyamatosan a három nap alatt végig színpadon lesz. Hát ahogy mondtad, akkor tényleg nagyon színes, kulturális kavalkát kíséri a gasztronómia és a tulajdonképpen a borkultúra különlegességeit. Lesz fotókiállítás is, hogyha jól tudom, ez mitből készül? Ez a Tokaji Turinform irodában minden éven a születi napokon nyílik meg a fotókiállítás, idén is két amatőr fotós, de a képeiket látva azért ők már elég komolyan a művész szinten állnak, és saját gyűjtemény válogatást mutatnak be, és ami még a tokai születi napoknak a jellemzője, és az előbb a felsorolásban kihagytam, erre látogatnak el a legtöbben, ez a születi felvonulás. A szombaton 14 órától indul, egy olyan másfél kilométeres felvonulásról beszélünk, nagyon sokan látogatják, hegyalja a leghosszabb felvonulási menete, nyíregyházi mazsorettek vezetik fel most már sokadik éve ezt a felvonulást, aztán pedig hintók, szekerek és a hagyományőrző csoport, aki több száz, sőt ezer emberről beszélünk, aki felvonul. Ez nagyon izgalmas lehet, és ha már itt a születről szó esett, és tulajdonképpen ugye végig ezt ünnepeljük, még olyan eszközöket is kiállítottok, ha jól tudom, amelyek a születhez kapcsolódnak. Ugye a laikus általában vagy a szőlővel találkozik, vagy a musttal, vagy a borral, de azért nagyon kevesen látogatnak el tényleg hagyományos szüretre. Ez hol lesz maga a kiállítás? A kiállítás az egy állandó tárlat, az a Világörökségi Bormúzeumban tekinthető meg, ez tavaly előtt nyílt meg, és tényleg a borvidéknek a történelme mellett bemutatja azt, hogy hogyan történt, és mai nap is hogyan történik a szőlő feldolgozása, viszont a felvonulásban is van ennek része, hiszen különböző installációkkal láthatják azokat az eszközöket, azokat a hagyományokat, ahogy ez annak idején történt a születben. Nyilván most már a legtöbb helyen valamennyire, amennyire ezt lehet gépesítve van, és mi nagyon fontos, hogy ilyenkor azért kóstoltatunk is egyrészt bort, másrészt pedig szőlőt, hiszen a szőlőnek a termése tette Tokajt azzá, ami. Hát Józsi, köszönjük szépen. Én is köszönöm. És reméljük, hogy sokan látogatnak október 5 és 7-e között Tokajban, mi pedig itt a Kölcsei Televízióban minden bizonnyal a képernyőn is látunk majd egy színes összeállítást az eseményekből, vagy legalábbis nagyon várjuk.